Tudják, mi a baj ezzel az országgal? Mindenkinek van egy álma, de csak Amerikában. Hallottak már olyanról, hogy kanadai álom? Nem. És olyan sincs, hogy mexikói álom, kivéve, hogy átszökhessenek a határon, hogy övék legyen az amerikai álom. És bár utálom az álmokat, mégis egy szebb jövőt álmodom a gyerekeimnek. Azt, hogy átszöknek a mexikói határon, és békén hagynak. Sziasztok! Mi újság? Gyors válasz! Szakállas trükk, de nagyon jó. Mit csináltok? Mi ez itt? Jelvényeket készítünk a kampányomhoz. Azta! Te indulsz az elnöki posztért, Larry. Ez nagyszerű, büszke vagyok rád. Mondhatnak, amit akarnak arról a pasiról a Fehérházban, de el tudja hitetni az emberekkel, hogy bárkiből. Úgy értem, bárkiből lehet elnök. Szia, cica, mi újság? Szia, drága. Gyors válasz! Kettőből kettő. Voltál kosarazni? Ja, nagyon jó volt. A haveromat Billt addig szekáltam, míg végül majdnem sírva fakadt. Á, inkább őt, mint engem. Tudtad, hogy Larry osztályelnök akar lenni? Nyerhet? Szívem, Larryt egy egyszemélyes osztályba se választanák meg elnöknek. Tudod, az olyan jó pof, amikor én gúnyolódom rajta, de ha te csinálod, az ocsmány. Legalább az egyik gyerekünknek van terve a jövőjéről. Hillary még hozzá se nyúlt a felvételi tájékoztatóhoz. Apropó, összefutottam Grace Chan-nel. Elmesélte, hogy Tina ösztöndíjat kapott egy orvosi egyetemen. Hillary miért nem tud olyan lenni, mint ő? Nézzünk szembe a ténnyel. Tina Chan kínai. Lehet, hogy azért mennek jobban a dolgai, mert tudja, mit akar. Van egy álma, amit meg akar valósítani. Vagy mert jobb szülei vannak. Igen. De nézzünk szembe a ténnyel. Azok is kínaiak. Arra gondoltunk, ha úgy tekintenél az egyetemre, mint ugródeszkára, hogy elérd mindazt, amit akarsz, akkor jobban érdekelne a téma. Ebben a könyvben számos ivatást soroltak fel A-tól Z-ig. Fussuk át, hogy téged melyik fog meg. Analitikus. Rendben, csillagász. Nem már. Na és a gyerekorvos? A gyerekeket szereted? Azt nem, ha lehánynak. És a zoológus? Akkor inkább lőjetek fejbe. Csak adjanak egy pisztolyt és maradj nyugton. Ne már, csak van olyan hivatás ebben a könyvben, ami érdekel. Ne izé már, mi bajod ezekkel? Nem tudom. Mi bajom lehetne? Semmi se érdekel. Nincs jövőm, nincs semmi perspektívám. Jaj, nekem. Wow, jók vagyunk. Elértük, hogy már nem közönyös, hanem közönyös és depressziós. Csenék erre tuti nem képesek. Nem értem, hogy mitől lett depressziós. Az én melom benne sincs a könyvben. Jézusom! Úgy hallom, megint valami zűr van. Talán ki tudok slisszolni, mielőtt észrevesz. Dave! Ezt nézd meg! Valami gond van? Igen. Egy óvszeres tasak. Mike farmerjában volt. Még csak 14 éves, túl fiatal a szexhez. Nyugi, azért, mert ezt találtad, még nem jelenti, hogy szexel. De üres. Hát, mit fogunk most csinálni? Mit mondjunk neki? Talán azt, hogy gratulálok, te bika. Szívem, állj már le! Komolyan el kell beszélgetnünk vele. Nem elég érett érzelmileg a szexhez, hiszen még te sem vagy elég érett érzelmileg a szexhez. Mi köze az érzelmeknek a szexhez? Házi háború. Szevasztok! Mi újság? Hogy megy a kampány? Remekül. Larry született győztes, széles bázisa van, jó kommunikációs képessége és édes kis grübedlie. Ha így megy tovább, itt ül előttem az új elnök. És a First Lady. Lép jó mezőre, szavaz Larryre. Nem rés, bástya. A huszárotok fehér lovon. Nem gondoljátok, hogy túl sok köztük a sakra utaló kifejezés? Miből gondolja? Ahhoz, hogy megválasszanak, mindenkit meg kell szólítanod, nem csak a sakkozó nyomikat. Tudod, a focistákat, a füvezőket, a bukottakat, a bukott füvezőket, a füves focistákat. Tudod, a normális srácokat. Apa, nem osztályelnök akarok lenni, a
sakklub elnökségére pályázom. Hát, akkor ezek a szlogenek jobbak, mint gondoltam. A sakklubbé? Miért nem mindjárt a nőhöz a büdös életben nem nyúlok klub elnöke lesz? De miért aggaszt, mit gondolnak az emberek Larryről? Őt nem érdekli. Tudom, ezért is aggódom úgy miatta. Valakinek vigyáznia kell rá. Since you've been gone, I cannot breathe for the first time. I'm so happy, yeah, yeah. Neked mitől van ilyen jó kedved? Figyelj, elgondolkodtam azon, amit mondtatok, és most már pontosan tudom, hogy mi akarok lenni. Ez remek, kicsim, és mi? Híres énekesnő. Micsoda? Kicsim, igazán érdekes ötlet, de az énekesi pálya nagyon nehéz. Erős a verseny, tudod? Igen, anya, tudom. Ezért nem alapozhatom csak erre a jövőmet. Emellé kell még valami. Remek, és az mi lenne? A nevem alatt futó árucikkek. Lesz saját parfümöm, meg mindenem, mint J.Lo-nak. Nem csak név leszek, hanem márka. Márka? Aha. És ami a legjobb, nem kell egyetemre mennem. Micsoda? Aha. Köszönöm, hogy segítettetek megtalálni a megoldást. Na, megyek. A parfümömön kell dolgoznom. Parfüm, mi? Vajon milyen szaga lesz? Botfül. 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 Hillary új illata. A szaga, mint a hangja, pocsék. You know that I get what I want. Azt hiszi, énekesnő lesz, és nem kell tovább tanulnia. Elment az esze. Úgy tűnik, hallott, hogy énekel. Na, hogy hallom. Előbb talál rá Osama Bin Ladenre, mint a helyes hangnemre. Tudod, lehet, hogy ez a mi hibánk. A miénk? Igen. Mindig arról győzködtük a gyerekeket, hogy higgyenek magukban. Azt mondtuk, hogy ha felnőnek, bármi lehet belőlük. Mikortól kell őszintének lennünk? Mostantól megmondjuk, hogy szarul énekel. Ne! Szívem, ezt nem tehetjük. Ha most megmondjuk neki, hogy az álma egy nagy baromság, megutál minket. Nem érdekel, akkor is egyetemre fog menni. Az ő érdekében most azonnal felmegyek hozzá, és porrázúzom az álmát, rendben? Előbb megfojtom az álmát. Aztán összetiprom. Érted? Betaposom a földbe, mint valami pondrót. Érted? Aztán lekaparom a cipőm talpáról, és Hillary szemébe vágom. Vagy szerető szülőként úgy csinálunk, mintha mindenben támogatnánk, és hagyjuk, hogy a világ törje össze a szívét. De ebben nincs semmi élvezet. Hello. Aha, Szeva, mi a pálya, Playboy? Elég. Beszélnünk kell vele arról az offszerről. Én nem tudok tiszta lelkiismerettel részt venni abban a beszélgetésben. Nem sokat tudok a világról, de azt tudom. A 14 éves fiúk szexelni akarnak, ezen nem tudsz változtatni. Ez olyan, mintha azt mondanád neki, ne egyen, ne igyon, ne vegyen levegőt. Befejezted? Igen, dumáljunk vele. Ó, nem. Miért kell a szexről beszélnünk? Kicsim, könnyebb lenne, ha én kimennék. Igen. És őt is vidd magaddal. Drágám, a szex természetes dolog. A szex az teljesen... Te jössz. Figyelj! Az anyád talált egy üres óvszeres tasakot a farmered zsebében. Csak azt szeretnénk tudni, hogy... Betaláltál-e már a százas körbe? Mi? Nem használtam azt a gumit. Akkor mit csináltál vele? Jeff ellen behozott egy csomaggal a suliba. Mit mondtam volna neki? Közben nem tudom használni, még szűz vagyok. Terjesz nyugodtan. Ó, jól van. Akkor még jó. Kicsim, nem akarom, hogy a többiek nyomására olyat így, amire még nem vagy kész. Még várj vele. Igen, csak ne várj túl sokáig, tudod. Minek tartogatni? Hello, mi újság, skacok? Hogy megy a kampány? Szerinted van esélyed a győzelemre? Kérlek, uram, add, hogy nemet mondjon, kérlek. Úgy tűnik, rajtam kívül nincs jelölt. Miért utálsz ennyire?
Ha nincs más jelölt, akkor mire jó ez a cécó? Hányszor használhatsz az életben csillámport? Mindjárt jövök. Hozom a szivárványos konfettit. Mit csinálsz? Úgy megyek, mint a huszár a sakktáblán. Kenny szerint, ha megnyerem a választást, ezzel népszerűsíthetném a sakklubot. És jól is néz ki. Tehát, Larrynek nincs ellenfele, ha? Mikor annyi más alkalmas jelölt lenne. Például te? Annyira akarta, ráhagytam. Ez nagyon szép tőled. Nagyon nehéz lehet csak itt ülni, gyalogként, miközben Larry a király. Főleg, hogy te tanítottad meg sakkozni. Ez eszembe se jutott. Abból, amit láttam, nyilvánvaló, hogy jobb játékos vagy. Sokkal jobb. Kérsz? 74 játszmából 68-at megnyertem. Hármat csak azért vesztettem el, mert lázas voltam. Tudod, nagyon hálás vagyok, hogy hagyod, hogy Larryé legyen a dicsőség, miközben te melózol és hozod a jobbnál jobb ötleteket. Jó barát vagy, Kenny. Nagyon jó. Hé, Kenny, nézd! Szerintem a futó mozgása jobb. Lehet, hogy azt kéne használni. Hogy is ne? Te akarsz mindent eldönteni, mi? Csak te vagy a fontos, ugye? Sakmat. Since you've been gone, since you've been gone, I can't breathe for the first time. Oh, so moving on. Elég, nem bírom tovább! Dave, te hogy bírod? Dave! Bocs, mit mondtál? Itt az idő, Dave. Itt az idő. Komolyan? Menj és törd össze az álmait. Mi van azzal, hogy hagyjuk a világra? A világ nem elég gyors. Menj és törd össze. Tiport szét, zúzd nagyon, csinálj, amit akarsz, csak ezt ne halljam többé. Szeretlek. Rajta. Hillary, figyelj, tudod a hangod... Igen? Hát, síralmas. Mi? Hogy mondhatsz ilyet? Anya! Mi van? Ne nézz rám, én azt se tudom, miről beszélsz. Szerintem király vagy. Nem, ez nem igaz. Azt mondtad olyan, mintha valakit altatás nélkül operálnának. Mi az igazság? Jó vagyok, vagy sem? Jó vagy. Nagyon jó vagy, de nem igazán jó. De mindig azt mondtátok, hogy gyönyörű a hangom. Igen, de az a helyzet, hogy hazudtunk. Miért hazudtatok nekem? Tudod, a szülőknek ez a dolga, növelni a gyerek önbecsülését. Igen, igen, mondtunk mi mást is, azt, hogy remekül balettozol. Tényleg jól táncoltam! Benne voltam a diótörőben, emlékszel? Nem, 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 kicsim, te voltál a diótörő. Szegény srácba jól belerúgtál, pont a dióiba. Szívem, mi csak nem akartunk megbántani, meg akartunk védeni a csalódásoktól. Na jó, én is tudom, hogy helyenként hamis vagyok, de a számítógéppel ki lehet javítani, mint Ashley Simpsonnál. Még nem vagyok olyan jó, mint ő, de az egyetlen dolog, amivel ő rendelkezik, és én nem, az egy apa, aki hisz benne. Meg egy híres nővér, akinek a farvízén elevickélhet. Jó, de ezen a téren ne számíts túl sok segítségre. Larryt még a sakklub elnökének se választják meg. Hé, ezt honnan veszed? Megérzés. Tudom, miért csináljátok. Rá akartok venni, hogy egyetemre menjek, de képzeljétek, csak azért sem megyek. Drágám, elképzelhető, hogy azért akarsz olyan hivatást, amihez nem kell egyetem, mert attól félsz, hogy egy jó egyetemre nem vennének fel? Nem, igen, kit érdekel, akkor is énekesnő leszek. És ha megnyerem az első Grammy-n, már tudom is, hogy milyen lesz a beszédem. Tényleg? Mit mondasz? Ezt a szüleimnek ajánlom. Dugják a v***ba! Ha tényleg kapsz egy Grammy-t, feldughatod a v***ba! Szia! Milyen napod volt? Borzalmas! Képzeld, Kenny is indul a sakklub elnökségéért! Mi? Ugye csak viccelsz? Miért tenne ilyet?
Azt hiszi, neki kéne vezetni a klubot, csak azért, mert jobban sakkozik nálam. Ó, hogy van képe annak a... De hiszen ő a legjobb barátod. Miért csinálna veled ilyet? Nem tudom. Talán mert te ezt tanácsoltad neki? Hogy gondolhatsz ilyet rólam? Nem tudom. Talán mert Kenny elmondta, mit mondtál neki? Még azt is mondta, hogy adtál neki egy fotót, amin dálmázom. Ha ez kiderül nekem, végem, hogy teheted? Figyelj, Larry, sajnálom. Én csak meg akartalak védeni. A gimiben időm nagy részét azzal töltöttem, hogy a sakklub elnökét szekáltam. Nem akarom, hogy úgy végezd, mint az a srác. Ó, miattam nem kell aggódni, jól vagyok. Boldogan élem az életemet. Egy nap, amikor Dave nem is várná, támadást indítok. Fogalma sincs semmiről! Lehet, hogy a sakk nem volt menő, amikor te gimis voltál, vén ember. De most már az! Állati menő! De az nem lesz olyan menő, mikor az alsó gatyádnál fogva lógsz a zászlórúdon. Jót nevettem, amikor ezt művelted velem, Dave. Á, majd meglátjuk, te mekkorát nevetsz, ha lefűrészelem a fejedet. Hello, figyeljetek. Igen? Emlékeztek, azt mondtátok, hogy ha bármilyen kérdésem van bármiről, nyugodtan forduljak hozzátok. Nem. Igen. Szóval... lenne pár dolog, amit szeretnék megkérdezni a szexről. Ó, tényleg? Például? Például, melyik a legjobb pozíció? Az emberek milyen gyakran szexelnek? Ti milyen gyakran csináljátok? És szex közben szoktatok másról fantáziálni? Apa, volt már homoszexuális élményed? Anya, mi az a G-pont, és hol van? Na, ezek után soha többé nem akarnak velem szexről beszélgetni. Hello, mit bámultok? Semmit. Semmit. Tényleg? Figyeljetek, amit múltkor mondtatok, lehet, hogy igazatok van. Az énekesi pálya nehéz, ezért feladtam ezt az álmomat. Ó, ez nagyszerű. Emiatt ne érezd rosszul magad, a felnőtté válás része. Emlékszem, milyen volt, mikor én feladtam minden álmom. Hozzám jössz, feleség! Igen! Na szóval, kitaláltam, mit fogok csinálni. Úgy döntöttem, gyerekpszichológus leszek. Húha, ez fantasztikus. Igen, igazán csodás hivatás. Hogy jutott eszedbe? Hát, miután miattatok egy rakás szarnak éreztem magam, felmentem a szobámba, kibögtem a szemem, és azt éreztem, bárcsak beszélhetnék valakivel, aki megért, és akkor bevillant. Gyerekpszichológus akarok lenni, mert rájöttem, hogy ha a többi szülő csak fele olyan rémes, mint ti, akkor tele van a világ kisiklott kölykökkel. Ezzel egy vagyon keresetek. Örülök, hogy segíteni tudtunk. Ó, és kiderítettem, hogy a Harvardon nagyon jó a pszichológia tanszék, ezért oda jelentkezem. A Harvardra? Igen, remélem felvesznek. Ó, kicsim, jelentkezz csak, bármit elérhetsz az életben. A Harvardra jelentkezem? Nekem is oda kéne mennem. Nem, legyél inkább énekes. Oké, figyelj. Ha neked úgy jobb, duzzog, csak igen. Igen, elszúrtam a sakklubos elnökségedet. De tudod mit? Menj a fenébe. Én csak segíteni próbáltam. Ezt bocsánatkérésnek szántad? Talán nem voltam elég világos. A bocsánat világosabb lett volna. Ah. De nem kell bocsánatot kérned. Az történt, hogy miután Kenny lett a sakklub elnöke, a hokisok az alsó gatyájánál fogva felakasztották az ászlórúdra. Tényleg? Az a vicces, hogy az alsó nadrágján a minta az amerikai zászló. Ha nem lépsz közbe, én lógtam volna ott, szóval kösz, apa.
Néha értelmes dolgokat is csinálsz. Ha-ha, látod, uram, nincs szükség a segítségedre, egyedül jobban megy. Ha-ha. Oh! Ezt miért kaptam? Rob, kiírták a nevedet! A szinkront az HBO készítette.